Az év első fél évében csaknem 45.500 forgalomban megállított járművet ellenőriztek a román gépjármű nyilvántartási hivatal munkatársai országszerte. Ezeknek közel fele nem felelt meg a műszaki követelményeknek. A román gépjármű nyilvántartási hivatal a csütörtökön közleményben osztotta meg kimutatását az év első felében ellenőrzött gépjárművekről. Az év elejétől június végéig közel 45.000 járművet ellenőriztek, ezeknek 41,16%-át minősítették műszakilag nem megfelelő állapotúnak. Emiatt 14.354 bírságot róttak ki, 12.362 járműnek bevonták a forgalmi engedélyét, 260 esetben érvénytelenítették a műszaki vizsgát, 194-et pedig lefoglaltak. Claudiu Mizsa, a hivatal osztályvezetője szerint az is igaz, hogy már eleve olyan járműveket állítottak meg ellenőrzésre, amelyeknél láthatóan felmerülhetett valamilyen probléma. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy ezeket az értékeket és százalékos arányokat a legnagyobb óvatossággal kell kezelni, mivel ezek az adatok nem általánosíthatók a teljes nemzeti járműparkra, mivel ezek a járművek azonosítása, kiválasztása és leállítása a nem megfelelőségre utaló vizuális jelek alapján történik. Az autók 27,54%-ánál a világító és a jelzőberendezéseknél észleltek hibákat, 22,1%-ánál pedig a káros anyag kibocsátás mértéke volt magasabb a megengedettnél. A járművek 13,04%-ánál a kerekek, gumiabroncsok és a felfüggesztés terén találtak hiányosságokat. A láthatósággal kapcsolatos problémák az esetek 12,81%-ában, az alvázzal kapcsolatos problémák pedig 11,8%-ában merültek fel. A fékrendszernél a vizsgált autók 5,57%-ánál, az irányítórendszerrel kapcsolatban pedig a járművek 1,9%-ánál tapasztaltak rendellenességeket. 3064 olyan járművet azonosítottak, amelyek közvetlen balesetveszélyt jelentettek.